A gyerekek, megpróbálom megműteni a fűnyírót. A légszűrő részt már levettem. Ha meglátjuk. Nem valószínű, hogy a karburátorral van a baj, mert olaj ugye eltűnt. Legalábbis ennyinek kellene mutatkoznia, és ennyi a szint. És okátta a füstöt. Szóval meglátjuk, jó? Mit lehet csinálni. Nagyon párás a levegő. Majd elkezdtem ezt a felső részt, hát fölülről bontok. Leveszem ezt a borítást, az első. Nem tudom, nem a hengerfejnél, henger, tudod, a pakolás, az ment el. Meglátjuk, igaz? Ez a indító rész. Oké. Eddig meg vagyunk. Ezt levesszük innét. Ezt a két csavart. Egyet már ide felraktam. Itt vannak a cuccok, minden. Azt kell kiderítsem, hogy mi lehet a probléma. Miért füstölt ez ennyire? Gyertya. Gyújtása volt. Ez a gyújtó rész. Azzal itt semmi baj. Ez a meghajtó. Hát levesszük a karburátort is. Legalábbis. Próbáljuk. Aztán lehet, hogy csak falsot, nem tudom, na hát nem tudom, mi a baja. Majd kiderül, ez csöpök. Ez micsoda ez? Ez bizony benzin. Akkor itt a probléma. Na, hozok egy edényt, itt le kell engedjem, ebbe a tartály eddig van benzinne. Egy ilyen üveget, hogy valamit hozok, hogy teljesen engedje. Valószínű, hogy a úszóval van a baj, bekoszosodott. A fasz tudja, mi baja van. De hát, majd kiderül, igaz? Azért vagyunk itt. Ja, le kell engedjem a benzint. Jó, lebontom a karburátort. Hát ez itt mit keres? Inspektor kisasszony megjött. Lebontom a karburátort, szétszerem, kimosom, átnézem. Sok minden nem tudok csinálni. Itt most a benzin nem folyik sehol. Na, itt a karburátor. Gyerekek, megöntöttem is. Nézd oda, ilyen még víz is volt benne. Mondjuk az lehet, hogy a slag miatt. Na mindegy. Hoztam egy ecsetet. Hát ezt egy kézzel szépen lebosom. Lebosom mindenhol. És leveszem azt a ülepítő részt. És átfújdogálom. Ennyit tudok csinálni, ezt szépen kitisztítom, és ennyi. Most ezt levettem, most itt van ez a úgynevezett úszó. Hopp, ez ki ne csúszson, egy kis tengely. Nézd, ez úgy látom, hogy működik. Oké. Okay. Az alátétjét kipucolom. Ez rendben van. Visszateszem. Szép, tiszta. Mással nem tudok vele mit csinálni. Most úgy néz ki, minden a helyén van. Igen. Megtisztítva. Oké. Okay. Ez is. Kimosva. Jó. Visszarakjuk ezt a frontrészt. Na hát itt a segítőm. Most nézek. Kiment egy kis benzin ide,
így berehentergett. Azért ugyanezt csinálta. Na menj innen. Koko, tiszta be, nézd, mit csinál. Nézd már a picsába. Berehentereg a benzines izébe. Na, ezt beviszlek. Na, ezt nem csináljuk. Na, lehet, hogy rájöttem, mi lehetett a baj. Ugyanis itt ez nem mutatott semmilyen szintet az olaj. Legalábbis amikor Évi megnézte. Na most ugye alulról kapja az olajzást, ha jól gondolom, egyszerűen elhasználta az olajat. Na most mi, hogy nem volt több olaj, fölfröcskörés, ezáltal fölmelegedett és megállt. Ugye mit használnád, hogy megszorult a motor, legalábbis erre gondolok. Na most a gyertyáját, ugye egyet sikeresen beletörtem, de már megoldottam a problémát, és hogy kapott egy új gyertyát. Na, ja, ennyire elég. Oké. Az ott rendben lesz. Jó, törtök bele olajat, amennyit kell, benzint, és hát meglátjuk. Ugye van hozzá ez a kimondott ugye engine, négy körös, ugye 10/30, ott a fűnyíró is rajta, ebből kell ide beletenni, majd a nívót kell figyeljem. Gyerekek, nem volt benne olaj. Bassza, ezt kellett volna nézegetni néha, ugye? Úgy gondoljátok ti is? Meg kell töröljem. Hát, gyerekek, nem sikerült. Jött egy ilyen fehér füst, ment egy körülbelül egy olyan 30 másodpercet, és vége, megállt. Úgyhogy, hogy negyed órán át próbáltam újra behúzni, nem megy. Na, mindegy. Meglátjuk, vagy szerelőhöz megy. Ja, meg mit mondanak. Aztán, ha végleg beszart, vagy nem tudnak, valószínű, hogy meg tudják csinálni, de ha nem, akkor veszünk egy újat. Na, francba. Na mindegy. Egy-két nap aztán eldől. Ezt el kell vigyük valahova. Aztán van itt a közelben ilyen Landmoverek, javítanak. Alright, együtt a fűnyíróról egyenlőre, aztán majd meglátjuk a fejleményeket később. Alright, oké. Okay. Bye-bye. Jött megnézni, hogy milyen. Ez az. Mi ez a vitrág? A disznófül? Ez nem disznónak a füle, hanem a bölény. Bölény mi? Ja, füle. Bölény fül? Ja. Jézus Mária. Bison. Hát igen. Buffalo. Bison. Buffalo. Ja. Na. Sziasztok, jó egészséget! Nem volt. Remélem mindenki jól van. Nem volt disznófül. Itt van Évi is, még egybe. Még egybe, ja. Jó, fáradtan. A gyerekek, ide nézzetek. Sokak kérésére. Hát, túl hosszan nem nagyon szeretném ezt mutatni, de azért megmutassuk. Szerintem először rakjuk be a pipát, mindjárt, mert mire ez készen lesz, itt addig rapidítjuk. Oké. Szóval adjan, általában minden két hétben csinálunk egy hasonló mértékű bevásárlást. Most ugye a főzéssel úgy vagyunk, hogy ha majd lesz, egy marha pörköltet fogok készíteni később, de mivel, hogy ugye éjszakás voltam, ezért ugye borba is kellett venni, ezért a főzés most elmaradt, fagyasztott kaja. Van kaja egyébként. Van kaja, csak hát csináltam egy vettünk egy ilyen pizzát, mivel hogy megkínváltunk, vagy mit tudom én. Jó. Ez ugye fagyasztott pizza volt, felengedett, és gyönyörűen bye-bye. Megy be, bye-bye.
és megsütjük, és hát ez lesz az ebéd. Anyi, na, Szofi is előjött. Egy zselót akar enni, azt mondja. A fagylaltja hol van, azt beraktad hűteni? A fagyit vagy, azt be kell rakjuk. You want ice cream instead of that? No. Okay. Szóval két helyen voltunk, Walmart és Aldi. Can I have a light? Yep. És kérem, hát kezdjük a, itt a tök. Halloween tökkel és a kávémmal, ami hát, ugye, megérdemeltük, oda vitted az asztalhoz, valahova, ott hagytad, ott elől. Ja, gyerekek, ezt a fajta bevásárlást mi se csináljuk minden héten, ez, sőt, most egy kicsit feltöltünk, ja. És hát jövő héten nem megyünk. A hús nem, azt hiszem egy mellehúsát vettünk csak, de hát volt itthon még hús. Oh, úgyhogy jobban ilyen egyéb, ilyen nyíligyali, stb. Na, kezdjük, jó? Mindennapos használat. Árakat egybe mondjuk a végén árat, vagy mindegyiket külön-külön, az hülyeség. Az, akkor az életben nem lesz még. Ja, és még egy, aztán tényleg kezdem. Akit ez nem érdekel, kérem, hogy tekerje tovább a videót. Tudom, hogy sokakat érdekel, de van, akit nem. Oké? Okay? Ennyi. Tehát ilyen törlő, Sam's kóla, dobozos kóla, Clorox, tisztítószer, plastic wrap, ez a fólia, fültisztító, ilyen kis pálcikák, európai stílusú kenyér, ez olyasmi majdnem, mint a bukta, igen. Ilyen lekváros valami. Ezt közben rakhatod el, ha akarod őket. Patronos kávé. Ez ilyen szívószálas innivalók vannak benne. Ezt a Sophia Lunchable. Ebben van... Mik vannak? Ilyen, tud csinálni ilyen kis szendvicseket. Ezek vannak benne. Ez szalámi, meg egy ilyen csoki. Ja. És akkor ezt így el tudja vinni az iskolába magával. Akármilyen furcsa, itt nem adnak kaját az iskolába, illetve... Nem, de sokat. Nem olyan, nem főtétel. Ezt majd most a Sofi fogja enni, ha eszik, mert hazafele, ugye megevett két nagy donácot, csak nem hiszem, hogy fog. De azért süss meg, hát a... Hatalmas pizza. Ja, ez az ő pizzája, mert ő azt a fajtát nem eszi, amelyiket mink. Tele van ugye hagymával, ilyesmivel. Na most itt van ilyen tölcséres fagyi. Ezeket tegyük el innen. Tölcséres fagyi. Akkor Oxyclean, ez nem tudom mi, ez mosószer, ugye a mosógépbe, health, tehát kávéba, ők veszik a epret, és akkor arra eper tetejére tesznek ilyen teszi habot, nápolyi, cheese, sajtos keksz, ilyen jó ropogós, kacsintos bagoly, ez kell nekem majd most a főzéshez majd. A tejci-bejci, akkor itt van cupcake-ek, a Lily Bites, ja, egy party cupcake, ilyen kettő ilyen ivólé üdítő fagyasztott mini palacsinták, amerikai palacsinta, a rotini, ugye tészta, ez a sarok megvolt. Akkor itt ugye ez, a sütőtök, illetve ez ilyen, nem is tudom mire, pumpkin, banán, paradicsom, fehér répa kaptunk, körte, szőlő, a Black Forest. Igen, Black Forest sonka, szalonna, füstölt szalonna, akkor ezek ebből szeret most a Sophia gelatin, oké,
Na most a kutya kajákat szedjed el innen, és el is rakhatod. Ez micsoda? Ez ilyen... Szalámi, kutya szalámi. Pepperoni sticks. Nagyon szereti a kokó. Azt meg tudja enni, de jó. Ez ilyen kemény. Imádja. Mielőtt elmegyek dolgozni, és te már alszol, mindig adok neki egyet, és akkor ezzel ki van engesztve. Megeszi. Ki van engesztve. Ez a kicsit ilyen fél kemény. Nem is mondhatnám azt, hogy van mit most? Tudom, milyen kemény. Nézd oda, egy pillanat alatt elintézi. Nagyon ízlik neki. Akkor van neki ilyen is, ilyen akkor ez, a, ez az a szokásos félszáraz, ez a normál etetés. Ez meg akkor egy... ez a marhahúsos. Visz van? Akkor... Van, Ivan. Itt van a Szofinak, ez a löncsöbolok. Na, ezek szintén ilyen, ezek ilyen puhák és szaftos dolgok, grév is. Grév az a szósz. Filet mignon. Ez micsoda? Tender morsz. Filet mignon. Na de akkor az mi? Ez az... cheese és bacon. A sajt és szalonna. Ja, az van kettő olyan. Ezeket szereti nagyon. Nagyon. Ezt te vettél oda is. És akkor ezt itt akadtunk el, mert a Sophie ide nyomta a mancsát. Ez pedig marhahúsos. És bisen, ezért. Még bőrény? Marhahús és bőrény. És hát ez így be van jelölgetve, és ebbe is van mindenféle zöldségek, minden gyümölcsök, spenót. Ezek nagyon jók, mert szeretik. Hal, ott a szalmon, nézd ott a szalmon. Jó íze. Oké. Nagyon szereti ezeket. Ez itt Salisbury Steaks gravy-ben. Ez marhahúsos ilyen, nagyon finom. Én szoktam néha venni ezt. Nem sok minden ilyet szoktunk venni, de ezt szoktam venni. Egy mellepusa. Szokás szerint német virsli. Egyik videóban kérdezték, mennyibe kerül. Ez így most 11, ugye? Annyi volt? Igen. Durván. Igen. $11 ez. Igen. És a súlya pedig... hol van? 2,625 pound. Miért is ráírva a kilóba? Rajta kell legyen. 42 ounce. Nincs rajta. Hát mindegy, több mint egy kiló. Durván. Egy kilónyi ez körülbelül, mert a két pound 45. Ja. Akkor... Egy kiló, durván. Egy kiló, egy tized, de ez jó ízű, nagyon. Ja. Aztán, kicsit akadozunk. Uborka, apró uborka. Kenolaolaj, kettő doboz zöldbab. Chicken tikka masala. Hát én ezt egy ilyet összevágom, meghütöm, és ilyen szósszal összekeverem, és akkor ízja. Nagyon jó, Évi nem szereti, mert ugye kör is. Akkor hazelnuts, ez a... Mi a hazelnuts? Magyarokrém, amerikai magyarokrém, de ez a édesfajta, nem az a... Az a... Ez nem az a magyarokrém, amit itt használnak, a... Ugye a pinabarölös kenyeret, mikor eszik, ugye? Uh-huh. Ez nem az, a sós. Chili sauce. Ezt még nem vettem, majd meglátjuk, mi lesz vele. Milyen két joghurt, őszibarackos, organikus kambudzsa. Akkor ez itt a Sophie szakasz, fagyasztott és panírozott chicken strips, tehát csirke darabok, csirke mell általában. Hoztam egy chicken up fűszerkeverék, nagyon jó a színe. Ismerős, már egy tejföl rémen, tehát creamy chicken flavor, krémes csirke íz, mit tudom én, miért így hívja, poharas levesek, ezeket viszek melóba mindig, és már csoportosítom ide, cornstarch, akkor fagyasztott, ugye crinkle, ez a krumpli, hogy ezt a izébe a hőfazékba lehet nagyon jól megsütni. Egy kis blackberry, ez a szeder, ugye? Ja, olyasmi, mint a szeder. Egy kis sajt,
szendvicssaj, provolón, három darab uborka, ez majd ma lesz a marha pörkölt mellé, fokhagymás uborka saláta. Hoztunk három ilyen paprikát, lilahagymát, színes paprika, hagyma, eper, ez a hüvelyes zöld borsó, múltkor nem volt itthon, egy darab rigatoni tészta, ez nagyon jó ízű tészta, egy kis csomag jalapeño paprika, aztán ez itt 4,5 kiló krumpli, ez. Meg ott a víz mögött. Aztán egyelőre a vizet odaraktuk, egy köteg víz. És aztán kész vagyunk. Pumpkin. Mit? Pumpkin. Ja, várjál, még nincs kész. Vettem magamnak egy ilyen earbuds, ez a telefonomba. Hallgatom a Zelót, és hát ezzel a régivel pedig a beállítások jók, és nem megy ki, amikor beszélek a kamionosokkal. Nem megy ki valamiért, nem tudom miért nem. Most vettem egy újat, és kíváncsi vagyok ezzel, kijem egy fájdalomcsillapító, ezt viszem be a munkahelyemre, ez a só és bors, hónaszpré, ez nagyon jó, gyerekek, ezt próbáltok ki. A kapor, friss kapor, az majd a zöldbab főzeléket csinálok, megint majd. És itt van egy nagyon érdekes dolog, és ezzel be is zárjuk egyelőre a filmezést, de ezt a részét megérkezett a vadonat új karburátor és a pakolások, szílerök, minden ebbe a kis dobozba, amit az interneten rendeltem, úgyhogy megpróbáljuk holnap megcsinálni a fűnyírógépet. Köszönöm, hogy volt türelmetek végignézni. Ezt az egészet, a pizza sül, készen van? Ja, meg még hoztunk zsömrét, ilyet. Hát gyerekek, hogy áll a pizzánk? Még nem jó. Sehogy. Donát, azt már megdésváltuk az úton. Na, hogy mondja, kíváncsiak vagytok, mennyit fizettünk ezért? Majd Évi elmondja, itt egy százas nézve. Ja. $100 mágnes. Walmartba fizettünk, azt hiszem 110 valamennyit. 113-at. Ja, 113-at, a Aldiba meg 128-at. Ez mennyi? Durván $250, right? Ja. 250. Durván. Hát, ketten. Most nem akarok dicsekedni se, mert ez nem dicsekvés, ez tény. Ketten ezt a pénzt, amit itt láttatok, amit ezért kaptunk, tehát a $250, mi ketten együtt, egy nap alatt megkeressük. Ennyi. És ez most minden dicsekvés nélkül, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Szívesen, ha kapok negatív beírásokat ezért, akkor egy soha többet nem fogom levenni a bevásárlást. Egyszer már megfogadtam, de mivel hogy jöttek kérések, ezért most újra elkezdtem. Köszönöm, hogy végignéztétek, aki végignézte. Bye bye! Szép napot mindenkinek, kérem. Október hanyadika van? 25. 25, ja, igen, 25-én. Kokó és az Évi kertészkednek. Ez könnyű, de... Harabd meg a gumiját. Szóval, mi az, amit csináltál? Átültettem egy pár növényt. Ez azért... Oké! Ez azért érdekes, mert ez a növényünk megvan 28 éve. Igen. Szóval,
Ez volt a leges-legelső növényünk. Vettünk egy picit kis növényt. Egy ekkora kis növényke. Banzáj volt, vagy mi a? Ez egy jade plant. Ja, ilyen banzáj növény. Banzáj növény. A Marinak vettük. Igen. Ma anyák napjára, azt hiszem, vagy nőnapra, nem tudom. És mi ez végül is? Ez jade. Ja, de úgy van írva, jade. Nagyon, elég drága a boltba. Na most ez ilyen picike volt, és hát ő nála megnőtt ekkorára, és akkor odaadta nekünk, és hát én azóta itt ápolgatom. Ugyanabban a cserében volt, amiben én beütöttem 20 évvel ezelőtt, amikor ide költöztünk. Na gyerekek, ehhez mit szóltok? Most átültettem. Ez közel 30 éves. De már szedtem le róla, ott van az. Az lett, ha már nagyobb cserében van, akkor így visz, akkor terjed. Így terjed, és már majdnem egy ilyen fa. De ha kis cserébe hagyod, akkor ugyanolyan pici marad, csak figyelni kell, ápolni kell. Ráismerni, hogy banzáj, ugye? Ha kiültetném ide akárhova, egész nagy bokor lenne belőle. Na, miért nem ültetett ki? Na, ez így a szép a cserébe. Aha. Úgyhogy... Kokosz hogyan szép? Az segít nekem nagyon. Ja, hátráltatni. Várjál, most bemenj, most gyorsan át kell a cserepet. Most elviszed a hátra? Hát visszaviszem, ahol volt. Azt mondja Évi, hogy a derekánál följebb ne filmezve, vagy csak háttal. Nagyon, nagyon mereg van. Pedig még egy futás lesz, még ezt el kell vigyem. Kakó, intézz el a gumit. Harap ki. Ez nagyon jó ez a dolog. Ezzel bútoroktól kezdve mindent lehet számítani. Hát ez a szívültét a múlta van meg. Nem kell emelni. Ja. Jaj! Coxler! Ugye ez rá nem ennyi, meg van őrgőve. Figyelj, igen, mert ráhúzom a lábára. Ja, azért mi figyelni kell, igen. Nagyon, nagyon fáj. Júj, de be tud rágni. Azon porfondíroztam itt az éve, hogy csinálom a marha pörköltet, illetve hát most készültem fel rá, hogy idehozom a bogrács, azt a háromlábú nyavaját, a gázégőt, aztán itt csinálom, de gyerekek, nem lehet kibírni. Hát nézd meg. Kígyó. Van kígyó? Hol van? Nem kígyó, hanem mint a szalamandra, benne a lukba. Szalamandra kígyó. Ott megy bele a föld. Ott van. Megy bele a földbe, látod? Aha. Rohadjál meg. Ez nem bánt. Ez nem igazi kígyó, ez ilyen... Miért kaptad fel a kokót? Nem akartam, hogy elkezdje izélni. Miért? Ki tudja, hogy... Nem bántsa. Ki tudja, hogy milyen mérgező dolgok vannak. Nem, rá sem ér. Látod? Na. Ott van. Gyere, nem akarom. Nem tudja betúrni magát, mert le van betonozva. Le van betonozva. Ja, megy körbe-körbe. Bassza meg az anyját. Nem hiányzanak. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy földi giliszta, csak ebbe a típus, ebbe a változatba. Marad kemény a bőre. Figyeld, hogy félti a kutyát. Jaj, becsukja a kutyát. Jaj, Istenem. Na, hát szóval, azt akartam mondani, hogy ugye kávézni jöttem ki, ugye nemrég keltem, és 10 perc, így leizadom. Hát a fasznak, bocsánat, kinek van ilyenkor kedve főzni, itt kint. Ott van. Mi? Hol van? Ott megy arra. Koko, intézkedj! Ott van. Itt jön-e? Hát nem látszik így. Húzz el a kocsit? Valahol itt van. Erre jött a kerék fele.
Várjál, mert nehéz. Akarom közelről, de nem látszik. Na most már befúrta magát. Jajjaj. Emlékeztek, volt egy ilyen film, hogy így belmentek a sörtbe azok a szörnyek. Na hát ez ugyanazt csinálja. Na jön a repcsi, előbb mondom, nem jön egy repcsi? Ott jön egy Boeing. A reptér irányába ott van. Majd innen lehet látni jobban. Majd itt fog eljönni, és megy a reptér fele. De hol vagy? Remélem fog látszani. Jönne, ott van. Az Boeing lesz? Nem tudom. De nem hiszem, hogy Boeing. Boeingeknek a izé van a hajtóművük. Szárnyán, ennek meg hátul volt törzsén. Na jó, hát ennyi bőven elég volt a kint létből. Hú. Majd lesz bogrács idő, lesz. Bőven. De nem most. Arra kell figyeljek, hogy szakadolom a víz, ugye? Nekem nem tetszik. Lóg a gyermek, mi? Hegyem meg a pofádat azt. Melege van. Most már talán leáll. De... Meg kell vizet inni. És hűsítés, főleg a hasát. Meleg a víz, ami jön. Most nyugodtan le tudnék itt úgy tusolni, hogy nincs hideg víz. Ugyan nincs mélyre leásva a cső, és körülbelül egy percig, másfél percig, majdnem, hogy a legelőször forró víz jön, gyerekek, forró. Ja, ott most ki jól a pofájánál azt a ráncot, ja, a szeme alatt és a orra tövét. Na nem volt semmi vele. De hát... Mi a fene? Még most nem akarok fürödni. Majd. Hát, tiszta nyári meleg van. Na, nagyon meleg van meg. Nézd, októberhez képest meleg van, nagyon. Na gyerekek, hát rászánom magam egy dologra. Segítséget kérek. Igaz, hogy öcsém ebből él, ebből is. Meg jelentkezett egy olyan szakember, aki személyesen ismeri öcsémet, már az 30 éve. Tulajdonképpen az ő segítségét fogom most kérni, meg aki ért hozzá. Megpróbálom elmondani, hogy mi volt a probléma. Tehát az volt a problémám, hogy Évi vágta a füvet, semmi baj nem volt, és kérem, én akartam vágni, nem indult be. Kivettem a gyertyát, tiszta szar volt, benzinszaga volt, ugye, hogy próbáltam indítgatni, stb. És a benzin elfogyott innen. És a benzin eltűnt a tankból, teljesen. Na most, kivettük az olajlívót, most kivesszük még egyszer, mennyit mutat. Le kellene törölni. Mert ebben már, de még nem akarok előre menni, de azért nézd meg, attól függetlenül. Most jó a szint. Oké. Okay. Oh. Idáig följön, de... Na, szóval azt csináltam, hogy lecseréltem ez a régi karburátor, rendeltem egy újat, új csövet hozzá, pakolásokat, mindent. Meg a gyertyát. Ez a vadonatúj gyertya, ami szintén ugye belevaló, itt van. Ez van most benne. Tehát levettem a régi karburátort, itt volt, itt a légszűrő, levettem a tankot, kimostam, kiszippantyúztam az összes motorolajat, ami össze volt keveredve benzinnel. Annyi kijött belőle, hogy... Kijött belőle egy olyan
legalább egy olyan liter. Ugye, mert az összes benzin belement oda valahogy. Hogy valami az? Által. Na most, kitisztítottam mindent. Oké? És fölraktam az új karburátort. A új pakolások, minden új. Visszaraktam. Új benzin, új olaj. Lehetett is látni. És tegnap beindítottuk. Majd most is megpróbáljuk. Na, annyi volt még a különbség, hogy amikor előtt, mielőtt a karburátor kicserélted, beindul, de rögtön lefulladt. Ja, lefulladt, na igen. Most tegnap miután megcsináltad, igen. Beindítottad, és ment folyamatosan. Folyamatosan ment. És a pörgött a blade is, tudod, a nyíró igen, is nem, alul. De nem pörgött ki a motor. De olyan furcsa hangja volt, de nem állt le. Igen. Viszont itt Orán száján előjött a... Na, most gyere ide, légy szíves. És csak a gépet filmezzel, oda viszont egy kicsit. Oké, na tehát, fordítsd ide a kamerát, ide. Így. Tehát ráteszed ugye az indítási ré, a szivató, vagy nem tudom miért, itt van a behúzó. Most figyelj. Hát szóval a gyerekek, kétszer lett szétszedve a gép, gyakorlatilag. Egyszer ugye szétszedtem, hát mi a baj, és ugye a pakolások el voltak, hogy nyalva, meg azok mi gyűrű, tömítések, minden. Akkor összeraktam, nem ment. Akkor megrendeltem a alkatrészeket, akkor megint szétszedtem tegnap darabokra. Kipucoltam mindent, fölraktam az újat, duplán ellenőriztem. Most ez van. Most megpróbáljuk még egy kicsit járatni. Én arra gondolok, hogy a kipufogó dobjába, ott mutatom, hogy ott leülepedett az olaj. És ugye azt égeti most ki. Mert egyébként szépen megy. Semmi különbség, mint régen. Srégen. Á, a lábamra! Várjál, jövök. De egyébként ez jóval robosztusabb. Na és itt van. Itt van az új, amit hát mérgünk be, mert azt megvettük. A Toro. Mi ez? Mi ez? Briggs Stratton. Toro 21. Na ez a új. Na most ez tényleg nézd mennyivel robosztusabb. Néztem a YouTube-on, hogy pont ez a két gép volt,
Melyik a jobb? Nincs különbség. Bár én nekem ez robosztusabbnak tűnik. Hát meg mája van kicsit rohadva. Na most, ha jól megy a gép, meg mind, akkor gyerek viheti. Csak van egy ingyen fűnyírója. Azt mondja, Évi, hogy itt megjárhatja elő. Én meg megyek be főzni, de most addig megvárom, hogy le fog állni ez a füstölés. Érd meg? Amíg hideg, addig nincs most. Ugyanúgy megy, mint a régen, igaz? Mondjuk szaga van, az kurva élető. Ég le az olaj minden. Na most nincs is mit vágni végül is. Ez is nagyon jó kis gép amúgy. Már ezt itt kell behúzni. Igen, és akkor beindítom. Kicsit kisebb. Lá, várjál egy a kamerába. Várjál, hogy fogja. Aha. Nem tudom, tartani is, meg húzni is. Mennyire vákabb a hangja. Megy, mint a golyó. Saját magát. Gyerekek, ez olyan meghajtása van, hogy szaladni kell vele. Na. Hát akkor ez megmarad nekünk, és akkor a fiamnak neki adjuk azt. Nézd meg, nem füstöl. Picit, már csak egy kicsit. De én úgy látom, hogy megjavult. Aminek én nagyon örülök. Valószínűleg egy bovdent kell még beletegyek egy újat, ami viszi előre, ki van tágulva. Vagy megnézem, hogy tudok-e rajta állni. Én nem vagyok autószerelő, mint ahogy szakács se. De azért megcsináltam. Úgy néz ki. Na jó, én úgy veszem észre, hogy jó lesz. Még hagyjuk egy 5 percet menni, és ha nem áll le, meg megszűnik a füstölés, akkor jó lesz. Mert ugye ez alatt már ki kell, hogy égjen belőle. Na hát gyerekek, ez jó így, ahogy van. Már kezd kiégni, mert kiéget belőle. De még szaga van. De maga a gép megy. Egy hiba van már csak. Azt még meg fogom csinálni. És akkor fölhívjuk a fiamat, hogy vigye el, aztán használja egészsége. Egy hiba van már csak, ez a bovden, ez itt, ez ki van tágulva, és mert ez a gép, ez ugyanúgy szaladt eredetileg, mint ahogy most az. És ez a bovden, ugye ez ki van tágulva, hiába húzod, nem akarja hajtani olyan erővel ezt a kereket. Ja. És akkor ez ide lejön, itt lejön, és hát ugye ide megy bele, és akkor itt van a meghajtás. Szóval ezt meg kell rendeljem, egy ilyen bovdent. Melyik az a főső? Igen, ez az. Ja. Egy ilyen bovdent meg kell rendeljek, és akkor kész, meg van csinálva. Úgyhogy hála jó Istennek, rendben vagyunk. Úgyhogy tegyük be ezt is, nem? Vele szembe. Megpróbálom. Úgyhogy a fiam kap egy új fű... Hát új. Kap egy fűgyírót. Na. Ennyi, gyerekek! Lehet, hogy is teszem ezt a videót. Halljátok ezt a üvöltést? Ez minden gépet... Nézd! Most a fújót meg. Le kell kiszöknöm. Ha gyerekek, még annyi van. Évi lefújja. Ha most ő vállalt mai napra egy kertészkedés. Ugye én éjszaka dolgoztam, meg megyek itt vissza. Megbeosztjuk a melót. Ő egyébként is
hogy mondjam, szereti csinálni ezt. Nem mindig. Ugye ő a kertész egyébként is, hivatásosan, és csak egy dolgot, hogy ugye mi a különbség ember és ember között, most nem az, hogy hozom magamat, mert ez ilyen, nem egy nagy ügy, mert mondom, bassza kurva anyját, ha benyújtam a zsebembe, kivettem 300 dollárt, megvettem a másik gépet, 320 dollárit, ugye az első mérgembe, és azt mondtam, hogy nem fogok vele szenvedni, hanem oda kitolom oda a járdára, és odaírom, hogy vigyék a picsába. Aztán gondolkodtam, mondom, ez az én élet filozófiámmal ez nem egyezik. Egyrészt magyar vagyok, nem dobunk el mindjárt mindent, és nekem ott van az a régi sütő a konyhába is. Már rég le kellett volna cserélni. De minek? Működik. És én szeretek lefutni, hogy autókkal is, nullára lefutni. És addig használom, amíg mozog, amíg pörög, amíg megy. Na, most itt ez történt, hogy I change my mind, ugye? Megrendeltem, kicseréltem, sikerült. Most ezek azok a dolgok, amik aztán megerősítenek engem abban, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy nem eldobni mindent azonnal, és kibaszni a picsába, és vigyék. Meg kell csinálni, gyerekek. Ha egy mód van rá, csináljuk meg, vagy csináltasd meg. A megcsináltatás az nem mindig jó, mert nekem ott... Na, mondanom, kellős közepén lemerült a baterim megint. Na tehát ott tartottam, hogy ha egy mód van rá, akkor javítsuk meg. Na most a megcsináltatás az nem mindig jó ötlet, mert sokszor, mit tudom én, most ezt elvittem volna, ezt a fűnyírót. Ugye mindjárt kérnek 80 dollárt, amiért szétszedi és megnézi. Utána felhív telefonon, hogy mennyiért csinálja meg. Na most, ha ő azt mondja, hogy 210 dollár, akkor megéri megcsináltatni? Nem. Nem, mert már 300. Mert három éve megkapsz egy vadi újat. De viszont, ha te meg tudod csinálni, akkor győztél. Mint ahogy most én, vagyis mink, és a fiam. Ugye, neki beszart a marha öreg szar fűnyírója, beszart, már rég. Leteszem ezt a műtrágyát. Ja, Évi műtrágyázik. Nem áll le, nem tudom, már megszoktam. Ugye, hogy furcsa, hogy állandóan mozgásban van, nem áll le. Ő így pihen, ha hiszitek, ha neki ez a pihenés. Kurva életben, mi? Ezt szereti. Imád kertészkedni. Imádja csinálni. Sokszor lefekszek, ugye, mert hát éjjel vagyok. Jövök ki, gyomlálott, pakolászik, rakodik, virágokat, izéli, virágokat kezelgeti, csipegeti, átültette most is, most például műtrágyázik. De akkor rá kell tegyük a locsolást, hallod? Ha? Rá kell tegyük, látod, hogy szétszorja, és akkor be kell locsoljuk. Na, gyerekek, ennyi. Mit mondjak még? Ha? Jó, büdös a szemét, bassza meg. Ah! Mi a dög? Na, menjünk be, le kell tusoljak. A gyerekek, letusoltam. Elő van készítve itt minden. Hagyma, kétféle paprika, paradicsom, fokhagyma, marhahús, gomba. Na most, a magát a főzést nem mutatom. Ugyanis, akit érdekel, már milliószor föl van rakva. Marha pörkölt. Ott fog készül, majd abban a vasbográcsot teszem föl, és akkor itt fogom csinálni. Viszont egy érdekes dolog történt,
most már 4:45 elmúlt. Van ez a érzéke itt, hogy ez mi, mennyire érzékeny. Ugye? Mert most hátul nyitva vannak az ablakok, szellőzik a lakás, itt előre is, és ahogy ott basztattuk ugye a fűnyírót, ugye okátta a füstöt. És hát bejött az a szag. Ezt csak halljuk, hogy mehet, mint a Szűz Mária. Hát érzékelte, nem volt benne füst, az a szag. És arra beindult. Rohadt érzékeny. Na, de nem baj. Örülök neki. Várja a feleségem. Nézd, várja. Aranypofája neki. Jó, nagyon igaza volt a csajnak, hogy a nőket szereti jobban. Tényleg úgy van. Évihez jobban ragaszkodik. Érdekes, mi? Még én vagyok vele többet itthon. Mégis, ha lehet választani, akkor ő az Évihez megy oda. És ott hagyja, hogy búbolja, meg simogatja, meg minden. Többet szeret a Évivel tartózkodni egy, akkor ott leülnek, nézik a tévét, vagy valami. Egyen meg a kis száját azt. Na jó van. Hát persze, amikor egyedül vagyok, akkor hát kivel legyen, akkor hozzám jön, de most ha bejön az Évi, mondjuk, akkor megy vele. Akkor őt követi, nem engem. Ami nem baj.